Többféle sajtócikk kereng az interneten, mely szerint ukrán nyugdíjasok fosztogatják a magyar TB kaszát, és csak a kisvárdai kórházban naponta több száz külföldi veszi igénybe ingyenesen az egészségügyi szolgáltatásokat. Az egyik névtelen szerző határmenti települések köztisztviselőire, kisvárdai kórház ápolókra hivatkozva azt írja, az ukránok egy mai napi érvényben lévő 1962-es államközi szociális szerződés alapján jogosultak az ingyenes orvosi ellátásra. A cikk szerzője összemosva mindezt a kettős állampolgárság intézményével azt is állítja, hogy az ukránok magyar nyugdíjat is igényelhetnek, és ezzel is jogosultakká válnak a magyar egészségügyi szolgáltatásokra. A Kisvárdai Felső Szabolcsi Kórház főigazgatója szakmailag megalapozatlannak és hangulatkeltésre alkalmasnak nevezte az interneten kerengő cikkeket. Elmondta, a kisvárdai kórház betegforgalmának töredékét adják a külföldiek. Szó sincs róla, hogy tömegével jönnének, az pedig elvétve fordul elő, hogy magyar TB kártyával érkeznének. Többségük készpénzzel fizet az ellátásért, mert az sokkal magasabb szintű, mint Ukrajnában. Azt is elmondta, hogyan lehet igénybe venni a magyar egészségügy szolgáltatásait ha érvényes a kártya, és ő megfizette ennek az ellenértékét, természetesen jogosult Magyarországon egészségügyi ellátásra. Ha nincs érvényes társadalombiztosítási kártyája, akkor <kül> vagy nemzetközi egyezmény alapján sürgősségi ellátásban részesülhet, vagy pedig ez is előfordul, kifizetik a térítési költséget nem a magyar betegek várakozási sorrendjének továbbtolásával, hanem normál körülmények között befizeti a térítési díjat, és ellátást kap a kisvárdai kórházba. Hozzáfűzte, természetesen külföldi állampolgárok is rendelkezhetnek magyar TB-jogosultsággal, mivel ha itt például céget alapítanak, és rendszeresen fizetik a társadalombiztosítási hozzájárulást, akkor ingyenes számukra az ellátás. Arra kérdésre, hogy hamisíthatják ezeket a papírokat, a főigazgató azt mondta, ez azért kizárt, mert akkor a központi rendszerben nem lennének regisztrálva. Híratunk azt is megtudta, a kettős állampolgárság megszerzése sem jogosít fel egyetlen határon túlélő magyar sem, hogy ezért cserébe magyar nyugdíjat igényeljen. Ehhez magyarországi munkaviszonyjal kellett korábban rendelkezniük, és a szükséges éveket le is kellett dolgozniuk, hogy az öregségi nyugdíjat bárki is megkaphassa.